Külön tisztelettel köszöntöm Haller Judit országos tisztifőorvosasszony, Holopné Sámek Kornélia alpolgármesterasszony és dr. Sinkovics József, József akadémikus urát, aki a vírusok okozta tumorok és az immunológián kapcsolatának világhírű szakértője, és Amerikából jött el, hogy közöttünk legyen ez alkalomból. Szeretettel köszöntöm a családot is. Te nem látom, de itt vannak, azt tudom. És minden kollégát, pályatársat, barátot és érdeklődőt. Szóval minden kedves vendégünket, aki részt vesz ezen az eseményen. Belencsi doktor 1941-ben született Budapesten. Általános és középiskoláit Püspökladányban végezte el, és Debrecenben kapott orvos-doktori diplomát. Rögtön a pályája kezdetén a virológiában jegyezte el magát. A Hajdú-Bihar megyei Kölyánál tanult klasszikus vírusdiagnosztikát, majd az Országos Közegészségügyi Intézet víruskutató osztályára került, ahol influenza vírusokkal és enterovírusokkal kapcsolatos munkálatokban vett részt. 1973-ban a Heidelbergi Rákkutató Intézetben poliomavírusokkal dolgozott, majd innen a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Mikrobiológiai Intézetébe ment, ahol adenovírus DNS-ekkel dolgozott, és ebből írta a kandidátusi disszertációját is. 1988-ban megpályázta az Országos Közegészségügyi Intézet vírus osztályának vezetői posztját, amit el is nyert, 1998-tól nyugdíjazásáig főosztályvezető volt. Hát így látható, hogy csaknem 50 évig foglalkozott mikrobiológiával, mert nyugdíjasként is folyamatosan bejárt az intézetbe, és ott segített, ahol tudott. Számtalan vírussal kapcsolatban rengeteg eredményt ért el. A tudományos munkásságát, életútját az emléktábla avatást követő emlékülésen fogjuk méltatni. Az itt dolgozók azonban nem csak mint tudóst ismerték, hanem mint főnököt is, mint munkatársat, akitől mindig lehetett kérdezni, és aki nem is rejtette véka alá a véleményét. Mindig szabadon gondolkozott, és a véleményét soha nem befolyásolta a divat vagy a szokásnak a hatalma. Több nyelven oktatott Berencsi doktor, olyan előadásokat tartott, hogy azok a diákok, akik a mikrobiológiát csak száraz tényanyagnak gondolták, azok is meg tudták szeretni a virológiát. Több egyetemen oktatott, ezért a tanítványai széles körből verbúválódtak, és sok virológus lett közöttük. Nem csak a szakembereket oktatta Berencsi doktor, hanem a nem szakembereket is elérte a médián keresztül, és a nem szakemberek számára is el tudta magyarázni a virológia rejtelmeit érthetően. A társadalmi megbesültségét az is jelzi, hogy a 13. kerületi önkormányzat díszpolgárává választotta. Nyitva állt az ajtaja mindenki előtt, minden munkatársa előtt, mindig nyitott volt. Minden problémát felvállalt, mindent meg akart oldani. Azt hiszem, hogy itt a kolléganők el tudnák mondani, hogy mennyit segített nekik abban, hogy összeegyeztessék a családi életet a munkával. Én magam is megtapasztalhattam azt, hogy milyen segítőkész volt még rögtön a pályán kezdetén. Diploma munkához témavezetőt kerestem, és valaki el is vállalt, aki az illető egy hónap múlva diszidált. És én ott maradtam egy témával, megkezdett témával, témavezető nélkül, és Berencsi György volt az, aki a maga természetes segítőkészségével azonnal felvállalt, és nem csak virológiát tanulhattam a kezei között, hanem azt is megmutatta, hogy a családi élet összeegyeztethető a karrierrel, a munkával. Ugyanis amikor én éppen a diplomamunkámat írtam és a laboratóriumban dolgoztam, akkor ő éppen a harmadik gyermekével otthon volt,
és esténként beszéltük meg otthonában a laboratóriumi eredményeket, így sikerült megismerkednem a családjával is. A utoljára is családja körében találkoztam vele, egy pendrive-ot bízott rám, ami az előadásai voltak, minden egy héttel a távozása előtt volt. Mindenki nagyon szerette Berencsi doktort, és amikor az a lehetőség adódott, hogyha máshogy nem, de legalább egy emléktábla formájában visszavarázsoljuk ide, akkor megragadtuk az alkalmat. Azt hiszem, hogy itt a második emeleten nagyon sokszor elment, és itt, ahol most a tábláját fogjuk avatni, nagyon sokszor jár, hogy méltó helye lesz itt Farkas Elek emléktáblája, mellett Berencsi György emléktáblája, illetve a mi kis múzeumunkban itt, amit most egy kicsit ugye hátrébb toltunk, és ezért talán kevésbé élvezhető, de tulajdonképpen ez a terület egy múzeum. A emléktáblán a dombormű Kubaszova Tamara orvos kolléga, szobrász művész munkája. És azt hiszem, hogy eljött az idő, hogy akkor leleplezzük ezt a táblát. Szeretném felkérni dr. Paller Judit országos tisztifőorvosasszony és dr. Melles Mártát, az Országos Epidemiológiai Központ főigazgató főorvosát, hogy leplezzék le az emléktáblát és helyezzék el a tisztelet koszorúját. Főtitkára, 10 évig a virológia szekció vezetője. A tudományos közösség nevében dr. Mária Ligeti Károly, a Magyar Mikrobiológiai Társaság elnöke, és Göncöl Éva, a Magyar Tudományos Akadémia doktora koszorúzza meg az emléktáblát. Berencsi doktor a 13. kerület díszpolgára volt. A 13. kerület nevében Holokné és Sanek Kornélia alpolgármester asszony búcsúzik Berencsi Györgytől. Nevében Zatureszki István asszisztens, tanítványai nevében dr. Csire Márta volt PhD hallgatója, jelenleg a humán herpeszvírusok nemzeti referencia laboratóriumának vezetője tesz tiszteletét. Köszönöm szépen, mint említettem, a Berencsi doktor további méltatására, illetve a konkrét méltatására, a tudományos eredményeinek konkrét méltatására a ülést követő emléktábla avatást követő emlékülésen kerül sor, ezért kérek mindenkit, hogy fáradjon át a Fodor terembe, és ott kb. 20 perc múlva fog kezdődni az emlékülés.
Köszönöm szépen a részvételt mindenkinek, és ott találkozunk.